Kolozsváron zajlott országos premierként az a konferencia, amely útjára indította a Románia ifjúsági fővárosa című projektet. A terv szerint a Kolozsvár 2015 európai ifjúsági főváros mintájára ezután idehaza évente választanának romániai ifjúsági fővárost, így ösztönözve a helyi, megyei és országos hatóságokat arra, hogy prioritásként kezeljék, vagy legalábbis támogassák hathatósabban az ifjúsági szektort. Az itthonmaradást, a kreativitást, a vállalkozói szellem kibontakoztatását is szolgálhatná az az ifjúsági kezdeményezés, amelynek első lépésére Kolozsváron került sor egy 2016. március 29-30-i konferencián. Országos szinten 40 ifjúsági szervezet képviselői gondolkodtak együtt a Románia Ifjúsági Fővárosa projekt módszertanán, azon, hogy milyen törvényes keretek kellene, hogy legyen a benevezési és kiválasztási folyamatnak. A Kolozsvár 2015 Európai Ifjúsági Főváros programot követően úgy gondoltuk, és ezt igazából már a kezdeti pályázatban is megfogalmaztuk, hogy más városokat is meg kellene erősíteni abban, hogy befektessenek a fiataljaikba, az ifjúsági generációba. És ugye elég evidens az, hogy néhány éven keresztül legalábbis nem fog ez az Európai Ifjúsági Főváros a cím visszatérni az országba. Ezért úgy gondoltuk, hogy érdekes lenne egy román ifjúsági főváros cím kezdeményezése. És az elmúlt évben igazából arra törekedtünk, hogy létrehozzuk a megfelelő koalíciókat, és megteremtsük annak a feltételeit, hogy ez a cím el is legyen ismerve. És ezt követően most itt azért találkozunk, hogy konkrétan a módszertanát dolgozzuk ki ennek a címnek, és annak, hogy a városok hogyan pályázhatnak erre, és hogyan lehetnek ennek a címnek a hordozói. A Kolozsvár Európai Ifjúsági Főváros tapasztalataira építve a pontcsoport a SER Föderációval, a Román Ifjúsági Tanáccsal és az Országos Ifjúsági és Sportminisztériummal közösen indítja útjára ezt a projektet. Temesvárra esik a kísérleti szerepkör, majd jövő évtől pályázati kiválasztás útján dől el, melyik város nyeri el ezt a címet. Kolozsvár csak a jó példa szerepével jöhet, nem vehet részt a versenyben. A címviselése pedig minden május 2-án ítélődne oda és járna le, hiszen ekkor van az ifjúság világnapja. Kérdésünkre, miszerint mennyiben építenek állami támogatásra, Farkas András azt mondta, a magánszektort szólítják meg és alternatív forrásokban gondolkodnak. Én személyesen látok egy olyan tendenciát, hogy az önkormányzatok maguk sokkal többet kezdenek az ifjúságból befektetni. Ugye az ifjúsági törvény egyébként elő is írja, hogy az önkormányzatok külön ifjúsági keretet kell elkülönítsenek. Ez a gyakorlatban még nem történik mindenütt meg, de egyre több város ezt felvállalja, ergo megteremtődnek annak a lehetőségei, hogy önkormányzati, kormányzati és privát szektorból egy ilyen cím fenntartható legyen, és igazából ez ne egy plusz erőfeszítést jelentsen a városok számára, hanem ők úgy lássák, hogy ebbe bele kell fektetni, és akarják azt, hogy ezt megtegyék. Hozzátettem, a lényeg az, hogy a fiatalok kreativitását támogassák a hatóságok, mert ezáltal a vállalkozói kedvet, az itthonmaradást támogatják. És abban is bízik, hogy azok a fiatalok, akik implikálódnak a társadalom működésében, hatékonyabb, felelősebb és aktívabb állampolgárok lesznek. Azt is megkérdeztük, hogy mennyiben építenek a látványosságra, hiszen nem kevés kritika érte a Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Főváros projekt kivitelezőit affelől, hogy nem volt elég látható, elég figyelemfelkeltő az ezzel járó programsor a kincses városban. Egyrészt a láthatóság nem csak a média szempontjából fontos, hanem az, hogy az embereket hogyan érinti. Meggyőződésem egy csomó olyan kis kezdeményezés volt, ami lehet, hogy a médián keresztül nem jutott el a széles nyilvánossághoz. De akár egy 10 fős fiatal csapatot, akár egy kisebb kört, akár egy szervezetet közvetlenül érintett. És úgy gondolom, hogy az ilyen emberi kapcsolatok szintjén a főváros nagyon sokat segített, és nagyon sok emberhez eljutott. Valóban kell tenni azért is, hogy a közvélemény is ezt lássa, de nagyon fontos az, hogy a kis közösségekben azokat a fiatalokat is elérje, akik külvárosban élnek, és lehet, hogy nem kerülnek be ebbe a mainstream körforgásba és a nagy események körforgásába, hanem ott, ahol ők vannak, és ők cselekednek, ott érje őket el valamilyen formában egy ilyen program. A kolozsvári kezdő ötletbőrze gyanánt megszervezett konferencián jelen volt Andrei Popescu, az ifjúsági és sportminisztérium államtitkára, aki az általa képviselt intézmény támogatásáról biztosította a kezdeményezést, és arról beszélt, hogy jó lenne integrálni azt a Nemzeti Ifjúsági Stratégia országos akciótervébe, hogy megfelelő támogatásban tudják részesíteni.